Tavasszal szeretnénk egy kicsit megújítani a kertünket, egy-két friss gondolattal, ötlettel gazdagabbá tenni a tavaszunkat, a nyarunkat, illetve az egész vegetációs időszakunkat, akkor már most tél végén eljött az ideje annak, hogy végig gondoljunk, milyen lehetőségeink vannak. Hát igazából sokan elmennek tavasszal a kertészetbe, körbenéznek, és leginkább a szívük szerint választanak, hiszen ami ott éppen előttük van, ami tetszik nekik, ami éppen virágzik, azt egész egyszerűen megvásárolják, hazaviszik, és aztán keresnek neki helyet a kertben. Hát igazából jó, ha tudjuk, hogy hosszú távú kertészeti koncepciók szerint, vagy kertelvezés szerint ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. Így ugyanis nagyon sokszor túl zsúfolt lesz a kertünk, nem minden a megfelelő helyére kerül. Hát természetesen sok ember azt mondja, azt panaszol, hogy hát neki bizony kerttervezésre vagy kerttervezőre nincsen pénze, nekik tudom javasolni a Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában már bevált úgynevezett Garden Coach intézményét, amely Magyarországon annyit tesz, hogy egy helyi, a közvetlen környezetünkben dolgozó élő kertészmérnököt, kertész vagy tájépítést elhívjuk a kertünkbe. Igazából ilyenkor télen úgy tudjuk összefoglalni a kerttervezési feladatainkat, hogy különböző szakkönyvekből, különböző prospektusokból vagy az interneten, videókból, cikkekből összegyűjtünk magunknak egy pár növényt, amelyeket szeretnénk a kertünkbe kiültetni. Igazából figyeljünk oda, hogy ne konkrét növényeket keressünk, nem kell feltétlenül a latin nevekkel bajlódni, egész egyszerűen csak különböző formákat, színeket, habitusokat, különböző terméseket, amik nekünk szimpatikus, azokat gyűjtsük össze, írjuk le, és akkor utána két lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az az, hogy tavasszal ezzel a listával elmenjünk a kertészetbe, és megmutatjuk, hogy ilyen színekre, ilyen formákra, ilyen funkciókra lenne szükségünk. Például, hogyha azt mondjuk, hogy hát nekünk egy szúrós, tüskés, áthatolhatatlan sövényre lenne szükségünk, akkor nem kell nekünk konkrétan a fajt kiválasztani, vagy a fajtát, hanem ott majd a kertészetben tavasszal lefordítják ezt nekünk, és azt fogják mondani, hogy kérem szépen önnek a pirakant, a kokcina, orange glove, tehát mondjuk a narancsárga bogyójú tűztöv is lehet az ön növénye, amit be kell majd ültetni a telek határa. Vagy pedig a másik lehetőség, hogy magát egy kertészt, vagy kertészmérnököt hívunk el a kertünkbe, megmutatjuk neki az adott kertünket, és hát lényegében nem kell feltétlenül évtizedes távlatokban gondolkodni, bőven elég, hogyha arra az adott tavaszra, a most elkövetkező tavaszra vagy nyárra ez a kertész vagy kertészmérnök megmutatja nekünk, hogy milyen munkákat kell elvégeznünk annak érdekében, hogy a kertünket olyan irányba vigyük el, ami számunkra sokkal több örömet fog jelenteni, illetve sokkal jobban fel tudjuk majd használni a benne megtermelt javakat.